rosszul jut, húztam, és most kényelmetlen. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó hasonló lesz egy kettővel ezelőtti, mindegy. Szóval volt nemrég egy olyan videóm, amiben recenziós könyveket tettem össze, egy kiadón belül, egy álomgyáros videó volt, na, kimondom, ide be is linkelem majd. És ennek kapcsán gondoltam, hogy csinálok egy másikat, ugyanúgy recenziós könyvekből, csak másik kiadótól. Úgyhogy most azokból a könyvekből csinálok egy ilyen videót, szóval egy videóban most összeteszem az összes olyan könyvet, amit már olvastam, és a Metropolis Media kiadótól kaptam. És ez a kis kupac lesz ma terítéken. A könyveket nagyon szépen köszönöm a kiadónak, egyébként ezek közül egy csomó olyan van, amit alapból én nem olvastam volna, vagy magamtól nem feltétlen jutottam volna el hozzájuk, viszont nagyon tetszettek, és végül tök örülök, hogy egyrészt elolvashattam őket, másrészt ezeknek a fele kiváló volt a Barangolás Európában kihívásomhoz, sorozatomhoz, nevezzük, aminek akarjuk. Úgyhogy most ezekről fogok kicsit beszélni. Azok, amik ilyen Barangolás Európában-os részként szolgáltak, azokról talán kicsit kevesebbet fogok, és azoknak a külön videóit megtaláljátok majd a leírásban, mert annyit ide nem tudok belinkelgetni, amennyi lesz. Az első, Halldóra Thoroddsentől az Ablak, ez egy ilyen irtó picike kis szép irodalmi mű. Ő egyébként egy izlandi szerző, szóval van róla Barangolás Európában részem. Röviden tömören a történet, egy idős hölgynek 4 őszét követjük. Igazából tekintve, hogy ez egy ilyen icike-picike könyv, nagyon nem lehet sok mindent elmondani róla, anélkül, hogy el nem mondaná az embert a teljes sztorit. A második, ez a legfrissebb olvasásom a kiadótól, ez pedig Lane Caberboltól a Sárkány hívása. Erről pont most vettem föl ezelőtt egyébként egy Barangolás Európában részt, ugyanis ez egy dán szerzőtől származó kötet, és én ezt már a legelső induláskor, mikor legelőször kitaláltam a Barangolás Európában, akkor is el szerettem volna olvasni, de most lett lefordítva, úgyhogy nagyon örültem, hogy meg is kaptam ezt a kiadótól. És nagyon tetszett is ez a könyv. Lényegében ebben a kis fantasy világban vannak szégyenlátók, akik, hogyha belenéznek, mások szemébe látják, mik azok a cselekedetek, történések, amiket szégyelnek az életükben. A főszereplő kislány örökölte az anyjától ezt a tehetséget, és neki kell segíteni az anyjának. Külön kis videója lent lesz az infoboxban. Következünk! Ez is volt Barangolás Európában rész, ugyanis ez egy orosz könyv, Szergej Lukjanyenkótól a Kvázi, ez egy zombis könyv, posztapokaliptikus, apokaliptikus, nem is tudom pontosan, hogy nevezzem. A lényeg, hogy megtörtént a zombi apokalipszis, de nem abban a pillanatban vagyunk, vagy röviddel azután, hanem már 10 évvel, 20 évvel utána. És egy olyan világbeállítás alakult ki, hogy vannak az emberek, vannak a zombik, és vannak az úgynevezett kvázik, ami a címadó is, ők pedig a zombi lét utáni fokoza. És az egész könyv arról szól, hogy az emberek és a kvázik hogyan próbálnak meg egymás mellett élni, akkor vedd fel érdekes kérdéseket, és ez az egész így, hogy akkor most az emberi lét a jobb, a kvázi lét a jobb, ők ketten hogy tudnák megélni egymás mellett, mert elvileg békében vannak és működnek egymás mellett, gyakorlatilag mind a kettő tart a másiktól, és ebbe az egészbe úgy csöppenünk bele, hogy egy gyilkossági nyomozás során van egy emberi rendőrünk és egy kvázi rendőrünk, és őket partnerként összeállítják, és ők nyomoznak. Finn szerzőtől, Johanna Sinisalótól a Nap magja. Ez egy olyan alternatív történelmi irányzatot vett. Finnország vagyunk benne, alternatív történelemben. A lényeg az, hogy Finnország egy ponton eldöntötte, hogy külön államot, államberendezkedést hoz létre. Eusisztokrata rend uralkodik, ez muszáj puskázom, bocsánat. A lényeg az, hogy mindenre meg van mondva, hogy mi a, tehát ami káros és függőséget okoz, az ki van tiltva, ilyen a csoki, a kávé, Jézusom, kávé nélkül nem is tudnék létezni, a pizza, minden ilyen. És a legnagyobb drog az erős paprika. És ebben a világrendben az emberek, és be vannak sorolva az emberek is kategóriákba, de nem csak úgy simán, hanem nem szerint is. A nők azok lényegében semmibe vannak véve, tártként vannak kezelve. És akkor ebben az egészben követjük a főszereplőt. Körülbelül gyors ez
ennyi, de van róla egy elég hosszú barangolás Európában részem, és a feminista énemet nagyon-nagyon piszkálgatta ez a könyv, mert ugye bármikor én olyat olvasok egy könyvben, hogy így a nők le vannak nézve, és meg van mondva, mit csináljanak, akkor így igen, ráng a szemem, de ugye nyilván nem úgy van ez a könyv megírva, hogy tehát, hogy kitör ebből a sémából. Tehát, hogy ez lenne a lényeg, hogy van a főszereplőnk, és ő próbál ebből így kitörni. A következő egy könnyedebb, romantikus, én nagyon élveztem, vicces is volt nagyon, Jodie Taylortól a Semmi lány, abszolút jókor olvastam, 2 nap alatt ledaráltam, pedig azért nem egy olyan túl vékony kötetről beszélünk. Rettenetesen élvezetes volt, és azt hiszem jövőre jön talán a második része, és azt is biztos el fogom olvasni, mert imádtam az egész könyvet, a karaktereket, és van benne egy gyömbéres keksz illatú, mások számára láthatatlan legjobb barátló. Én meg lóbolond vagyok, szóval... Igen. Már itt tudtam, hogy jó barátok leszünk ezzel a könyvvel, aztán tényleg jó barátok lettünk. A következő magyar szerzőtől származik, Szélesi Sándortól, a Varázslények ügyosztály sorozat elvileg, de még csak ez az egy része van, és ezen belül az ellopott troll. Hát ez Magyarországon játszódik, de egy olyan ilyen fantazival átítatott normális világ van, amiben az ilyen meselények, legendabeli lények, mondabeli lények benne vannak, tehát itt például a troll, meg ilyen egyéb más dolgok, magyar mondákból főleg, de más kultúrákból is, és a főszereplő nyomozónk az egy varázsügylény osztályon dolgozik, és egy ellopott troll ügyében nyomoz, és mellé tesznek egy felügyelőt, egy boszorkányt, és végül is ők ketten göngyölítik fel az ügyet, ami végül is komolyabbnak bizonyul, mint csak egy eltűnt troll esete. Hát nem mondom azt, hogy kicsit ilyen Gergő és az álomfogók hangulata volt, mert én csak egy Gergő könyvet olvastam, meg ezt, és de hasonlít a kettő ebből az ilyen varázslények tere, ugye a varázslények, meg az ilyen mondabeli, mesebeli lények miatt. Következő könyvünk szintén egy szép irodalmi kötet, cseh szerzőtől, Petra Hulovától, azt hiszem valaki leírta egyszer, hogy kell kiejteni, de már elfelejtettem. Ez a Mostoha sors, imádom egyszerűen a borítóját, tehát annyira jól néz ki, és az alkoholizmusról van szó, és az, hogy ez szép lassan hogy építi le az embert. Meglepődtem én is ezen, de ez kifejezetten tetszett, és jó volt, és érdekes volt. De erről is szintén van ugye Barangolás Európában részem, tényleg ott van minden a leírásban, hogyha valaki kicsit bővebben akarna tájékozódni a könyvekről. Az utolsó sorban pedig a Jasper Forttól a Monochrome, ez pedig egy ilyen disztopikus világban játszódik, ahol az emberek nem látnak színeket, vagy csak egy-két színt, ilyen skálákon vannak elhelyezve, tehát hogy valaki csak vöröset lát, valaki csak kéket lát, és azon a skálán is nem mindegy milyen mértékben. Tehát egy teljesen ilyen színekre alapuló világrend is van. Egyébként ez is sorozat, és ennek is ez az első része, de egyelőre még, ha jól láttam, angolul sincs több része. Pedig a könyvet elolvasva engem érdekelne, hogy tovább hova fut ki a sztori. Bár kellett hozzá elég sok idő, hogy rájöjjek, hogy most akkor mi van, hogy van, mert ez a színek alapján lévő világrend nyilván a benne élő szereplők tudták, hogy működik, én meg így egy csomószor néztem, hogy na várjunk most akkor, mi van, de egy 200 oldal után azért már nagyjából érti az ember, és érdekes nagyon tényleg ez az alapkoncepció, és akkor itt történik az, hogy a főszereplőnket elküldik az peremvidékre, és ott megtud egy-két dolgot erről a bizonyos rendszerről, amiben ő él. Kicsit az elején kell vele küzdeni, de szerintem abszolút megér egy elolvasást. Egyelőre még ezeket a könyveket olvastam, de van még Metropolis médiás könyvem egyébként, csak más könyvek is vannak. Ez lett volna ez a kis összefoglaló videó azokról a könyvekről, amiket eddig a Metropolis média kiadótól olvastam. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!